Üdvözlöm kedves nézőinket a Lólépésben Sak magazinban. Varga Péter nagymester, nemzetközi mester foglal helyet mellettem, én pedig Gunyac Zoltán műsorvezető vagyok. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző számunkban részletesen beszámoltunk a 13. Mikulás kopáról, amit nagy rendeztünk meg. A helyadó házigazda a Csuhanta Baptista Általános Iskola és is. Szaggimnázium volt időközben zajlottak az események a Nemzeti Csapatbajnokságban is, az NB2-ben, ahol két csapatunk képviseli magát. A Tiszavaspári a negyedik fordulóban egy Erős csapattal mérkőzött meg a Debreceni Bajnok Sakkiskolával. Hát a Bajnok Sakkiskola a mérkőzésen nem lett bajnok, hanem második helyen végzett. Magyarul mondva Tiszavasvári 6,5-5,5 arányban nagy küzdelemben le tudta győzni a Debrecenieket ez egy igen fényes és eredményes mérkőzés volt, hiszen az mb ben az idei évben nem táblapontokra, nem partinként szerzett pontokra megy ki a küzdelem, hanem csapatgyőzelmekre is, tehát a csapatgyőzelemnek mindig óriási értéke van. Ebben a fordulóban a másik ö, megyebeli csapat, a Nyíregyházi Sportcentrum a korábban szebb napokat megélt hajdúszoboszlói csapatot fogadta otthonában, a kontinentál Arénában. Hát a korábbi években a papírforma nem igazán a nyíregyháziaknak kedvezett, a Szoboszló azonban picit meggyengült, bár hozzá kell tenni, hogy a sportcentrum is kissé tartalékosan állt ki. A sportcentrum ebben az évben igen sok ifit szokott szerepeltetni. Most is, ha jól emlékszem, hat ifi szerepelt a csapatban. A fiatalitás úgy látszik jót tett a nyíregyháziaknak, ugyanis a sportcentrum döbbenetes mértékű vereséget tudott mérni a Hajdúszoboszlói csapatra. A sportcentrum, tehát a Nyíregyházi sportcentrum csapata egyetlen partit sem vesztett el, ugyanakkor négyet is nyert, és így 8-4-et tudta otthon tartani a két meccspontot a hajdúszoboszlóiakkal szemben, ami a Tiszavasvári ö, sikerhez képest nagy Nyíregyházi siker, itt a táblapontszám több csupán, mint a Tiszavasváriaknak. December 3-án került sor az ötödik fordulóra az NB-ben, ekkor a Tiszavasvári az igen erős Szirma Besenyői csapattal mérkőzött meg. Ez a Szirma Besenyői csapat korábban volt Sajó Bábony, illetve Sajó Szentpéter. egy erős borsodi csapatról van szó, amelyik meglehetősen élen volt, elől volt a tabellán, hiszen kárpátaljaiakkal is erősítették a csapatot, meg Heves-megyei nagyszerű játékosokkal. Kárpátaljáról csak mondjuk említsük meg Bunda Viktor nemzetközi mestert, vagy Boricsev, oleg, nem. oleg, Boricsev oleg. nemzetközi mester az éltáblán, de Baloga Mihály is igen erős 2200-as hakkozó, a pálok, egerből, tehát a papírforma igen nagy szírmabesenyői sikert jósolt. Hát a Tiszavasvári csapata nagyon keményen ellenállt, de nem sikerült megnyerni a mérkőzést. Hat és fél, öt és fél arányban elvesztették a mérkőzést, ami rendkívül tisztes helytállásnak minősíthető a Tiszavasvári csapata részéről. A Nyíregyházi Sakkiskola ezen a hóeséses napon Kazincbarcikára utazott el, ahol nem csupán Borsod megyei játékosok játszanak, az első táblát egy, egy kárpátaljai nemzetközi mester védelmezi, Juri Dovzsik, és a nyíregyháziak pedig rendkívül tartalékosan tudtak elutazni erre a mérkőzésre. Volt olyan játékos, aki szombaton délután tudta csak bejelenteni, hogy bizonyos okok miatt nem tud másnap vasárnap sakkozni. Volt olyan játékos, akiről vasárnap, a forduló előtt néhány perccel derült ki, hogy nem tudott elérkezni a havasúton Kazincbarcikára. Így a nyíregyháziak kicsit bizonytalanok voltak a mérkőzés megkezdéséig, hogy tulajdonképpen kik és hányadik táblán játszanak. Ez azonban nem zavarta meg a Nyíregyházi Sportcentrum csapatát, és ö, nagy arányú vereséget mért a kazinc balcikai csapatra. Az első táblán elvesztettük a küzdelmet, azért mondom ö, többes szám első személyben, mivel hogy én vagyok a Nyíregyházi Sportcentrumnak a szakosztályvezetője, vezetője, a csapatkapitánya, meg egyúttal játékosa is. Tehát az első táblán Gólyván Laci vesztett Dobzsikkal szemben, viszont ezek után partit nem vesztettünk. A mezőny második felében valamennyi játékosunk legyőzte a kazincbarcikai játékost, két játékosunk is először tudott győzedelmeskedni az NB2 küzdelmeiben, a többi táblán pedig döntetleneket és egy igen érdekes győzelmet szállítottunk. Meglehetősen küzdelmes volt a mérkőzés, Mint szemtanú és mint játékos tudom ezt mondani. Volt, aki a nyerés közelébe jutott, de végül is döntetlen ért el az ellenfele vele szemben. Volt ö, olyan, aki, aki hát bizony ö, nagyon rosszul állt és ö, több gyalog hátránya volt, de végül is sikerült a, a sakkelvek alapos ismeretével döntetlenre menteni a partit és olyan is volt, aki először hát magasabb értelemben véve veszpe volt, tehát mondjuk úgy, hogy rosszul állt a partiban, de végül is sikerült először döntetlenre hozni, aztán egy érdekes, küzdelmes bástya végjátékban nyerésre vinni a partit. A végeredmény az lett, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum 9-3-as vereséget mért a barcikai csapatra. Ezzel a sportcentrum ötödik helyen áll jelenleg a tabellán, a Tiszavasvári a szép helytállások alapján pedig a kilencedik helyen a csapatbajnokság még az MB2 küzdelmei nem érnek véget. Karácsony előtt egy héttel december 17-én kerül sor a hatodik fordulóra, amelyről a következő adásunkban fogunk tudósítani. Ezek után pedig Péter Nagymestert szeretném megkérdezni, hogy mint szaklektor, mint a, mint a hozzáértő szakprofesszor milyen partikat szeretne mi nekünk bemutatni a mai napon. Hát most a <tosz> játékosok porcentrónak a játékosaitól szeretnék két partit bemutatni. Ugye, amely csapat most uh, szárnyal, ugye. Uh, persze nem a legerősebb csapatokkal játszottunk, de ettől függetlenül nagy arányban megvertük őket, és ebből szeretnék majd két partit bemutatni. Tehát világosan Varga Marcen játszik, Szabó István az ellenfele, aki a hajdúszoboszlói csapatnak a játékosa. Világosan le négy nyitott Marcel, amire C5 következett, folytatva lett Huszár C3-mal, ugye az Árci a tipikus ugye, alaplépése. D6-tal folytatta sötét. ugye ez a D6, ez egy teljesen normális fejlődő lépés, sokan G6-tal játszák, Huszár C6-tal játszák, több minden van, hát itt átmenet lehet a változatok között, tehát teljesen normális lépés. Ugye az E6-D5-öt, ez mondjuk így most ki, eh, kihagyja ez a lépés sorrend ezt a lehetőséget. D3 következett, amire G6, G3 ugye fejleszti a futóját, sötét futó G7, ugye világos is futó G2, huszár C6 következett, amire huszár GE2, Ugye Huszár F6 jött, ugye, amire H3, ugye ez a futó G4 ellen van, futó D7, és elsáncolt. Fehér, elsáncolt fekete, következett futó E3. Hát ez a tematikus, ezek a elméleti jobb lépések. Igen, amire A6 következett, hát inkább ugye Bástya B8, B5 szokott jönni, ugye A4 jött megint, Ugye ez igazából egy picit gyengítés, ugye ezt nem szokták megengedni. Tehát így hát a én Inkább azonnal f 4 g 4 kellett volna jönni fehérrel. Bástya B8 következett, amire vezér D2, következett B5, ugye Aüti B5, Aüti B5. Ugye most megnézzük ezt az állást. Ugye egyértelműen fekete a vezérszányon érkezik előre, ugye ezt látszik is a, ugye a gyalog. A logoknak a helyzetéből, ugye Fehér pedig megpróbál majd a királyszárnyon F4, G4 vagy futó h kiszedni azt a futót. Ugye egy futó h is jó lépés lett volna, de az F4 is teljesen jó lépés volt, ahogy világos folytatta. Ugye F4 következett, amire B4-gyel visszazavart a fekete ezt a lovat. Hadd hát, kérdezem már meg, hogy ugye úgy látszik, hogy sötét, nem direktben védekezik világos királyszárnyi kezdeményezés ellen, hanem a vezérszárnyon. Na most helytállója az álláspontja a terve hogy így kell lefelállni, vagy pedig direktbe kell védekezni a királyszárnyon? Hát én úgy gondolom, hogy ez teljesen logikus, jó ugye ellenjáték. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogyha megindulunk a valamelyik szárnyon, vagy a vezérszárnyon, vagy a királyszárnyon, ugye, vagy az ellen, Uh, ellenoldalon kell ugye aktív ellenjátékhoz jutni, vagy megpróbálni uh, ugye ott játékot találni, vagy pedig a centrumban. Én úgy gondolom, hogy itt uh, Fekete ugye elindult a vezérszárnyon, ugye még nem látszik, hogy világos, hogy fog előre menni a királyszárnyon, de, de ott elég sok tiszt van, tehát annyira uh, viszonylag Jól védekeznek azok a fekete tisztek. Tehát, hogyha fekete, fehér, fekete normálisan játszik, akkor nem nagyon kéne ott mattot kapni. Na most ugye ez jó kérdés, hogy mennyire sikerült, mennyire nem sikerült jól játszania. Nem a legjobban védekezett fekete, azt látni kell majd a partiból, meg fogjuk is látni. Eddig, eddig teljesen normálisan jól játszott fekete, tehát nagyon jó tervel. Érkezett utána több minden lehetséges, ugye itt általában az szokott jönni, hogy E6, hogy ugye F5 ellen jöjjön, a huszát ugye elviszik, ugye vagy D7-re, de ott most Hutó-á, vagy vissza e 8 ra és F5-tel fognak ugye itt uh -huh. a gyalogroham a G4 F5 ellen védekezni feketével ez a B4, ez még jó lépés. Ez Igyekszik feltárni a G7 futó nagy átlóját. Igen, igen, és visszazavarja ezt a lovat is. Huszár D1 következett. Én úgy gondolom, hogy ebben az állásban valószínűleg ugye, több lehetőség is van, ugye vagy elhatta le ellen, vagy vezér C7, és bástya a nyolcsal ugye a vonalon bejönni, vagy talán azonnal bástya a 8 al lehetett volna jönni. Én valószínűleg ebben a szerkezetben biztos, hogy bástya a at léptem volna, az E5 az igazából egy furcsa lépés, ugye túl elkötelező, és megengedte f öt Tehát én úgy gondolom, hogy ebben a szerkezetben E5 helyett inkább e 6 kellett volna, hogy f 5 ne nagyon jöjjön. Be van tönve a G7 futó Igen, nagy és most a terv egyszerű G4-G5-F6 fehérrel, tehát most nagyon egyszerű tervet kapott világos. Tehát én úgy gondolom, hogy az az E5, ez most akkor jó, hogyha korábban lépjük, és nem tud fehérre f 5 lépni, hanem mondjuk EUTF, GUTF négyet bele tudja rakni fekete, de így ez most ugye ebbe a szerkezetbe nem jöhetett létre, ugye ezért itt inkább E6, én E6 és D5-tel védekeztem volna inkább, vagy akkor mondjuk a C5 gyalog maradott, hát jó kérdés, nem, nem, valószínűleg Bástya a szal kellett volna játszani ezt a tervet. Tehát bástya 8 ez az E5 nem volt jó lépés. Mivel stratégiai a világos van. bástyák között a D1-23 miatt megszakadt az összeköttetés, ezért Sötétnek inkább többet adott volna, megszerzi az A vonalat. Igen. Ott igen. mindig ellenjáték fenyeget. Igen, most főtt után nem olyan egyszerű a helyzet amúgy a védelem. Tehát Nincs valószínűleg ellenjáték. a legegyszerűbb vagy a legjobb lépés az huszár E8 lett volna azonnal. És F6 G5-tel valahogy ott felvenni a védőpozíciót. Beton, betonba. Én csak ezt látom ott egyedüli, egyedüli tervnek. A E7, az konkrétan a G4-G5-be még bele is ugrott. Tehát a vezéreit egy megint nagyon-nagyon rossz védőlépés volt. Tehát itt biztos, hogy 20 R8 lett volna, én úgy gondolom az egyetlen lépés. Szabó Pista egy igen tapasztalt játékos, de én azt hiszem a saknak az a. Pszichológiai szabálya irányadó ebben a partiban, hogy egy rossz lépés után, mikor világos rámutatott az F4F-tel az előtlépés hibás voltára, akkor mivel sötét észlelhette, hogy hibázott, ez egy kicsit zavartá válhatott, és következett a tömeg hiba. Igen. Tehát valószínű. úgy mondják ezt, hogy a hiba sosem jár egyedül. Ugye, meg, hogyha meglátjuk, ugye megint ott elkezd játszani a a vezérszárnyon fekete, tehát az megfeleljenek már egy jó dolog, hogy megállt a vezérszányi támadása, nem tudja ott folytatni a partit. Én amúgy valószínűleg a másik terv az Huszár D4 lett volna, hogy valahogy az f 5 megtámadjuk. Esetleg amúgy még GÜTF-öt is számításba jönne, és EÜTF-öt után Huszár D4 tervel jönni. Egy másik furcsa terv az Király H8 és Huszár G8, amit még itt esetleg szoktak, aminek az az értelme, ugye a huszár védi a királyt, és ugye F6-tal megpróbálja ugye a gyalogrohamot megszüntetni fekete. Tehát ez is egy fura, többször játszott el, hogy király H8, huszár G8, de mondom a huszár E8 is egyértelműen F6 tervvel kapcsolatos, hogy, hogy ne tudják lerohanni a gyalogok a fekete haderőt. A másik pedig, hogy ugye G üti F5-t, E üti f huszár d 4 jel ott játékba avatkozni. Talán, talán nekem úgy első látásra inkább az F vonal kinyitása szimpatikusabb, tehát hogyha Király H8, Huszár G8 után az F vonalat sikerülne kinyitni, ott a sorozatos nehéz tiszt cserékkel könnyítene a helyzetén sötét. Igen. Bár igen, a végjáték a sötét mezeű futók léte miatt nem igazán jó sötétnek, de talán sikerül neki tartani. Hát érdekes, hogy a gutf 5 eutf 5 és Huszár D4 ellenjáték is, ugye ott az lenne a tervem, hogy ha nem ütik le a Huszárt, akkor futó c kiszedjem az ő védőfutóját. A másik terven pedig az, hogy az f gyalog ellen játszanék, meg esetleg B3-mal megpróbálnám ott felszedni a vezérszárnyat. Tehát én mindenképp valamilyen játékot kerestem volna. Ez a vezérelhét megint azt mondanám, hogy egy haszontalan felesleges lépés, és gyakorlatilag g 4 g 5 6 megy bele. Tehát vezérejét, ez nagyon nagy hiba volt, stratégiai hiba. Ugye következett G4, és ugye most már jött a Huszár E8, Jelkésre. ugye megint ugye G5-re F6 jöhetne még, tehát még benne vagyunk, de ott egy hatalmas tempót nyertünk volna. Virágos folytatta a tervét, Huszár G3, egy gyönyörű lépés. Ugye most jött a Huszár D4, erre viszont most Báscsa A7-tel ugye egy nagyon szép kötést hozott létre Fehér, amire Huszár B5 következett, most visszajment a bástya a egyre re huszár D4 következett, és most huszár E2-vel fehér ment vissza. Na most ezek számomra furcsa lépések voltak, ugye előre vissza megyünk. Én bármi van, tehát ebben a szerkezetben biztos, hogy G5-öt léptem volna fehérrel a huszár E2 helyett. Tehát ott aztán, ha F6 jön, arra pedig H4-et léptem volna. Vagy valahogy hogy ezt játszom, F G6, G F6, tehát én ott ebben a szerkezetben biztos, hogy G5-öt léptem volna. Ugye ez lett volna az én, az én, az egyértelmű Ez a 20 e 2 fura lépés. És ha most G5-öt húzol, arra 20 üte 2, vezér 2, jaj, jaj. Hát igen, igen ott, igen. sok minden terv van. Hát jó, most fekete lépett ugye B3-at. Hát az nekem nagyon nem tetszik. A B3 érdekes, mert ugye megpróbálja a vezérszányat összeszedni, de ugye jött rá C4, és ugye most, ha azt nézzük, megállt egy picit ugye a vezérszárnyi játék, nem nagyon tudott, hogy tovább jönni fekete. Úgyhogy talán mégse volt annyira jó lépés, most ugye 20 c 2 vel ment előre fekete, és ugye találjon valami játékot a vezérszárnyon, de Bástya a héttel megérkezett. A kötés Az volt, ismételten lesz. a kötés, és 20 üti E3, ugye Huszárüti E3 után, ugye fekete futó H6-tal próbálta meg. Lekötötte a vezért. Igen, de e, ugye ilyenkor jön az, hogy ugye úgy tűnik, hogy nem lehet lépni ezzel a lóval, de ugye gyakorlatilag ez az, amit itt el lehetett nézni, mégis megérkezette a huszár lépés, mert ugye ellen támadás, ugye ezt nevezzük ugye közbeiktatásnak. Tehát amikor... ugye a, amikor sötét a futó h lekötötte a vezért, a D2 vezért, azt úgy nevezzük, hogy nem valóságos kötés, mert a lekötött figurának, az E3 huszárnak, ö, el lehet lépnie, hogyha anyagilag nem farag rá. Most, ha hogyha a sötét leütné a, a világos vezér D2-n, arra világos a D5 huszárral leütni sötét vezérét, Sakkot kapna sötét, kénytelen lenne a királya lépni, és világos kaszírozná még a D7 futót is. Igen. Úgyhogy ezért vezér H4 volt az egyetlen lépés, és ezzel pedig vezér E1-jel, ugye lecserélte a vezért világos, ugye nincs más lépés, vezér üti E1 az egyetlen, Bástya üti E1, és ugye futó C8-at kellett lépni, gyakorlatilag nincs jó hely a futónak, amire pedig ugye Bástya az E vonalról A1-re ment, ugye megszerezte, teljes mértékben a nyílt vonalat világos, futó G5 következett, hogy valamennyire ugye az E7 pontot fogja, erre ugye huszár E C3 következett, és futó D8, ugye, hogy valamennyire átrakja a futóját ugye B6-ra, de hát most megérkezett Bástya A8, és ezzel konkrétan ugye tisztet nyer világos, és itt fel is adta fekete, mert bástyúti A8, bástyúti A8 után azt a a, az a három könnyű tiszt közül egyet igen, nem igen. sikerül meglepteni. Az alapsorra szorult fekete könnyű tiszteket, a két futót uh, ugye az egyszerre felnyársalta ott a bástyával világos és nem tud ezzel ellen mit tenni. Egyébként nézzük meg, milyen tanulságos, hogy a végállásban sötétnek valamennyi tisztja az alapsoron van. Elég igen. szomorú látvány. Igen, igen. Illetve igen. nekünk a sportcentrum részéről nagyon világ látvány. És már a 29. lépésbe fel kellett. Jó, lehetett volna még játszani, de hát ugye az már értelmetlen lett volna tiszthátrányjal játszani feketének. Következő parti, az a, az, az, éltáblán zajlott, szintén ugye a Nyíregyházi Sportcentrum és a Hajdú csapata között. Ugye Borsa Györgyi Tamás volt fehérre, és Vacsélya volt feketével. Ugye e kezdett világos, ugye C5-tel ismételten ugye szicíliai védelem következett, ugye aktív nyíltállásban, ugye nyíltállásra próbált törekedni világos, Huszár F3 jött világossal, D6-tal folytatta fekete, Huszár C3 következett világossal, Huszár F6 jött, és ugye d 4 jel ugye megnyitottuk a centrumot, ez egy félig nyílt állást eredmény, ez C5-i D4, következett huszárüti D4, és A6-tal ugye a Najdorf változatba kerültünk, ami az egyik legnépszerűbb változat feketével a szicíliai védelemben. Futó E2-vel folytatta fehér, amire előtt, az egyik lehet e vagy e folytatni, mind a kettő egyenértékű folytatás, huszár B3-mal folytatta világos, futó E7-tel ugye fejlődött fekete, elsáncolt fehér, fekete is elsáncolt, a4-gyel A4 jött világos, ugye ez B5 ellen van ez a lépés. Tehetsünk már egy-két szót a Nagydorfnak erre a furcsa felállására, hogy jó vagy nem jó ez a D6-E5-ös gyalog alakulat, hogy be van zárva ott a gyalogjai mögé sötétnek a sötét mezelyű futója, úgy első látás olyan furi ez az állás, és mégis népszerű. Azért népszerű, mert ugye a másik futónak van helye, Ugye azt lehet mondjuk, hogyha B5-tel, B7-re is helyezni, de most E6-on van a helye szerintem a futónak. És ugye az a futó ott, ott elviekben most jól áll, tehát jó, most be van zárva a gyalog mögé, de az védi ezt a D6 gyalogot, meg ugye 20 c C6-tal vagy 20 bd BD7-tel is tudja fekete folytatni. Ha viszont E6 az egy másik szerkezet, ott pedig ugye f4, 4 gyel szokott fehér, ugye vagy futó e3-mal, ott nagyobb a tere fehérnek, könnyebb. Ez egy kicsit ugye, visszábszorítja a fekete haderőnek a leszorítását, tehát az az értelme, hogy nem engedi, hogyha, vagy hogy engedi, hogyha f4-et lép fehér, de akkor azt ugye le tudja ütni fekete, és tehát ott f4. egy elég jó... 5-f4, futó f4. Igen, és utána futó e6, 20 c6, e5 pontra beáll fekete, tehát ott csak látszólag áll rosszul az az E7 futó. Igen, az ott jól védi a d 6 annak most, igaz, de most még nincs szerepe, majd később, később szokott egyben. szerepe lenni, igen. Meg ugye a C vonalon van játéka itt Feketének, mondjuk kifejlődik, hogy Bástya C8-al jön. Futó e folytatta Fekete, ugye király H1 érkezett, ugye ez az az értelme, hogy F4, és utána vezér B6-sakból kimenjen. 20 BD7-tel ugye fejlődött Fekete, F4, következett és ugye Bástya C8, Ugye itt az az értelme, hogyha f 5 betolna világos, akkor futó c 4 ugye fekete kicsi... Kiemeljük elő, a világos mezejű futót, igen. és előbb-utóbb már d is robbantunk. Igen, az lenne a tervünk, ugye a 5 folytatta, ugye egy kicsi leszorítással fekete, erre huszár c jött, ugye az E4-et támadta meg, Huszár üti C5-re, pedig Bástya C5 következett, ugye az volt az értelme, hogy most az A azonnal megtámadta. Futó E3 jött, amire Bástya üti A5. Tehát ugye beáldozta ezt a Bástyát, és egy picit a Bástyának a helyzetére próbált meg rájátszani világos, Bástya B1-et lépte, tehát most nem egy könnyű elvinni azt a bástyát, mert B4-et, tehát ott fenyegetnek, hogy lenyerni azt az a Igen, most annak ugye, de itt sokszor ugye az is jó lépés, hogy valahogy beáldozza a bástját a huszárért, és még az E4 gyalogot is megkapja, ugye uh -huh. a centrum fekete, tehát az is szokott lenni, de most ugye egész egyszerűen vezér C7-tel folytatta. Uh, ugye fekete, és másik terv az Bástya C8. Én úgy gondolom, hogy nem annyira volt jó tervez világossal, de hát meglátjuk, mert ugye most nehezen tudja jól megtámadni azt a Bástyát világos, mert B4-re ugye Bástya a 3 mal a C3 lónak Igen. a helyzetére tudnék rájátszani. F5-tel visszaszorította fehér ezt a fekete futót, futó D7 jött, amire futó F3 következett, és most egy nagyon érdekes, nagyon jó lépés következett, D5-tel, ugye megnyitotta a futóátlót, és nyitotta a centrumot, fekete, ez egy nagyon-nagyon jó ellenlökés, ugye futó G5 következett, amire, ugye ezt azért lépte, hogy a D5 pontot megszerezze, ugye világos, tehát ez egy jó lépés, stratégia, D4 következett, amire futőti F6 jött, futőti F6-ra, Huszár D5. Kettős támadás, a vezért Igen. és a futót is támadja. Ugye vezér D6-tal megvittük a futót, hogy ne G gyaloggal kelljen visszaütni, amire C4 érkezett, és erre most Bástya C8-al ugye a C gyalogot vette korcsú alá fekete, B4-jel megpróbálta az A5 Bástyát rosszabb helyre kergetni, Bástya A3 következett, amire C5 jött, és erre pedig vezér C6 érkezett. Hát érdekes állás, tehát itt azért ugye az áldozott gyalogért van kompenzáció egyértelműen fehérnek, ezzel a D5 huszárral nagyon-nagyon jól áll, de egyenlő még nem látszik, hogy, hogy tudná megbontani a fekete haderőt. Vezér c 1 el folytatta világos, ugye az A3 bástyára próbált meg rájátszani, bástya A2 jött, amire futó D1 érkezett, ugye itt futó B3-mal, ugye az A2 8 átról szerette volna, ugye nem a gyalog mögött tartani ezt a futót, hanem egy sokkal aktívabb, jobb helyre helyezni. Nagyon veszélyes terv, hát ugye már az e gyalogot semmi nem veszélyezteti. Igen, futó D8 érkezett, ugye ennek az az értelme, hogy kiment a Huszár hatóköréből ez a futó, és esetleg majd ugye ott a fekete vezér vízszintesen is próbál megvédekezni majd. Bástya F3 jött ugye itt a támadást próbálta meg, ugye Bástya G3 vagy FH3-mal világos. Ugye vezér H6, ugye próbál cserélni, tehát a vezércsere az mindenképp jó feketének, én úgy gondolom, mert a, a nyomást megszünteti a, a, a fekete király környékén. Vezérüti H6 következett, amire G üti H6, és Bástya G3 sakra, ugye király F8 érkezett, amire futó B3-mal ugye megtámadta a bástyát, bástya E2 következett, és futó C4-re, pedig bástya üti E4. Én ezt nem tudom, hogy mennyire volt jó, mennyire nem fejérel ez a terv, egész egyszerűen rákényszerítette arra, hogy leüssük azt az E4 gyalogot, nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt. Én úgy gondolom, hogy ez, ez nem volt most jó fehértől. Valószínűsíthetően a futó szerette volna H7-e játszani, hogy Bástya G8 mattot adhasson. Hát igen, csak ugye itt volt egy elég jó védelem erre, amit ugye lehet, hogy nem láthatott világos. Futó D3 jött, ugye amire csak Bástya H4 van, erre Bástya E1 érkezett, hát lehet, hogy F6-ot kellett volna mindenképp lépni, erre futó C6 egy nagyon fontos lépés volt, ugye a D5 huszárra rájátszott, Bástya üti E5, és ugye erre viszont F6-tal nagyon erős lépést, tehát Bástya E4 következett, ugye ez kötelező vagyok leütni, Bástya üti E4, és futó üti E4-re pedig A5-tel belekötött, ugye ott a gyalog szerkezetbe. És B üti A5-re, pedig futóüti D5-tel ugye gyakorlatilag megnyerte a partit fekete, mert futóüti D5, Bástya de, C5, Bástya C5, és az alapsora ugye Bástya C1 mat fenyegetne, és Bástya D5-öt nem tudja kivédeni Tehát tiszt lesz eh, fehér. Te. Mindenképp tisztát veszít, maximum búcsú sakkokkal, Bástya g 8 csak, király e Bástya G7-tel tudna eh, király D6 után pedig megnyerni fekete a partit. Mert tiszteleten... Borsa Völgyi Tamás kezet nyújtott Vacsilljának. Igen. Egy kifejezetten jó parti volt, azért táblán látványos, jó védekező parti volt feketével. Tisztelt nézőink, remélem önök is élvezték a Szicíliai védelem Najdorf változatának a fordulatos taktikai vonatkozásait egyébként polgárgyuritnak is az egyik kedvenc megvitása volt Sötétel a Najdorf. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra. Viszontlátásra.